Szeretettel köszöntök minden megjelentet a mai ünnepélyes projektátadón. Külön köszöntöm meghívott vendégeinket. Dankó Béla országgyűlési képviselő urat, a szarvasi járás településeiről érkezett polgármestereket, Molnár József, Csabacsőd nagyközség polgármesterét, Brázs Jánost, Kardos község polgármesterét, Molnár Etelét, Szarvasváros alpolgármesterét, Örménykút község önkormányzata képviselőtestületének tagjait, Molnár János alpolgármestert, Adamikné Zuberec Etelkát, Demcsák Pált és Urbán Mihályné képviselőket. Az örménykúti szlovák nemzetiségű önkormányzat képviselőit, valamint minden jelenlévőt, aki a mai átadó ünnepségen megjelent. Tisztelettel felkérem Bohrát Mária polgármesterasszonyt, hogy ismertesse a mai napon ünnepélyesen átadásra kerülő projektjeinket. Én is nagy tisztelettel köszöntök minden megjelentet a mai ünnepélyes projekt átadón. Szeretném elmondani, hogy az elmúlt önkormányzati ciklusban milyen magyar falus támogatásokat kaptunk. 2020-ban A-típusú sportpark építésére került sor, illetve felújításra került a Petőfi és a Fazekas Mihály utca. 2021-ben a Tesedik Sámuel utca Táncsics utcáig vezető szakasza került felújításra, illetve 2024-ben kommunális eszközök beszerzésére került sor Örménykúton. A Magyar Falu program keretében most átadásra került projekt adatai az alábbiak szerint alakulnak. Az önkormányzat az alapvető közfeladatok ellátása céljából egy darab Stepkovics Urbán TR ágaprítót, egy darab Virax 165-ös függesztett kaszát, egy darab EFG 150-es függesztett szárzózót és egy darab függesztett csillagkerekes rendsodrót szerzett be a pályázat keretén belül. A beszerzéssel korábban vásárolt kis traktor használata kiterjesztésre kerül, mivel ahhoz csak egy pótkocsi állt a rendelkezésre. A gép szállítója a Szakadát Gépker, általános gépforgalmazó és szolgáltató korlátolt felelősségű társaság. A most átadásra kerülő Tesedik Sámuel utca felújítása azért is nagyon fontos volt, hogy végül az egész utca felújításra kerüljön. Itt 3 méter szélességben, 340 méter hosszban került felújításra az útszakasz. A fejlesztés által a közlekedés lehetőségei jelentősen javultak. A kivitelező a Békés út Kft. Volt. Műszaki ellenőre Tóth Gábor. A település valamennyi bel- és külterületi közvilágítási lámpatestjének korszerűsítése is elvégzésre került. Ezen belül korszerű LED technológiájú fényerővezérelt lámpatesteket cseréltek ki az MVM Lumen fényszolgáltató Kft. Munkatársai. Összesen 73 darab lámpatest került kicserélésre, ebből 38 darab belterületen és 35 darab a település külterületén található. Műszaki ellenőre a Biztos Energia BT volt. Illetve a közösségi tér létrehozása, amely lakossági igény alapján került elkészítésre. Egy olyan közösségi tér létrehozását szerettük volna megvalósítani, ami alkalmas kisebb vagy közepesebb számú közösség részére sportolási és kulturális teret nyújtani. A projekt keretén belül sor került a tér, folyosó, vizes blokk festésére, padló felújítására, illetve a szükséges eszközök és bútorzat beszerzésére. Köszönöm szépen minden kedves közreműködőnek, kiemelten Örménykút község önkormányzata képviselőtestületének, hogy egyhangulag támogatták a fejlesztések megvalósulását. Kívánom, hogy az átadott közösségi teret, illetve az utat használják mindannyian jó egészséggel. Köszönöm szépen! Tisztelettel felkérem Dankó Béla országgyűlési képviselő urat köszöntő beszéde elmondására. Tisztelt polgármester asszony, tisztelt kiemelt vendégek, kedves örménykútiak! Szeretettel köszöntelek én is mindenkit a mai
igen meleg napon, de látjuk a felhőket, hála Istennek, hogy reményeink szerint a mezőgazdasági földek egy picit meg lesznek öntözve, a közeljövőben még nagyon-nagyon ránk férne. Nem véletlenül mondom ezt, hiszen Örménykút is egy mezőgazdasági település, ahol nagyon sok-sok ember kötődik a mezőgazdasághoz. Sok olyan gazdálkodó van, őstermelő van, aki mezőgazdaságból szerzi be a jövedelmét, vagy a mellékjövedelmét, és ez nagyon fontos bevétele a településnek. Nem véletlen, hogy több százmillió forint érkezett ide az elmúlt években a vidékfejlesztési program támogatási keretéből, éppen ezekhez a cégekhez, vállalkozásokhoz. De mint ahogy polgármester azt, hogy felsorolta, nem csak a gazdálkodók az aktívak a településen, hanem hála Istennek az önkormányzat is, és lehetőségeihez mérten igyekszik minden pályázati lehetőséget megragadni, hogy ezt a szép kis települést továbbfejlessze a helyieknek. Nagyon örültem, amikor meghallottam, hogy amellett, hogy nyilván egy nagyon fontos infrastruktúrális fejlesztés készült el az út felújításával, ami sokkal szebbé is teszi a környezetet, és sokkal biztonságosabbá a közlekedést, és a élhetőbbé a települést. De nagyon örülök annak, hogy egy közösségi tér is felújításra került, és kialakításra került, hiszen egy-egy ilyen közösségi tér nagyon-nagyon sokat tud tenni azért, hogy megmaradásra késztesse a helyeket. Fontos helye a közéletnek, ahol össze lehet jönni, különböző kis rendezvényeket lehet tartani, a civil szervezetek, baráti közösségek összejönnek, beszélgetve, közös aktivitást végezve, jól érzik magukat. Ez nagyon sokat tud hozzáadni a közösséghez, és nagyon-nagyon jó, hogy erre is gondolt az önkormányzat, hogy ezt megvalósítsa a településen. Emellett nagyon fontos az energiahatékonyság is a mai korban, amikor tudjuk jól, hogy az energia az egyre nagyobb kincs, és egyre többe kerül, ezért fontos az, hogy az önkormányzat jól sáfárkodva a település vagyonával igyekszik a költségeket leszorítani. Hosszú távon mindenféleképpen komoly és jó befektetés az, hogy energiatakarékos izzók kerültek kihelyezésre, hiszen ez előbb-utóbb megtérül, és utána már gyakorlatilag keresni fog a településnek, és sokkal kevesebb kiadása lesz, és ezáltal más nagyon fontos fejlesztésekre, beruházásokra is juthat. Azt is jó volt látni, hogy a Magyar Falu Program pályázatain is sikeresen pályázik a település, többször is nyert forrásokat ezen a pályázaton. Ez pontosan azért lett kitalálva a Magyar Falu Program, hogy a kisebb települések lehetőség szerint minél egyszerűbben pályázva tudjanak nem túl nagy összegű, de helyben azért nagyon fontos forrásokhoz jutni, és olyan fontos ügyeket tudnak, olyan fontos problémákat tudnak megoldani, ami helyben megoldásra várt már régen. És hát a vidéki emberek egyik fontos kártyajátéka, én magam is nagy előszeretettel üztem nagyszüleimmel, nagyon sokat 66-oztunk. Ez a nyerőszám visszaköszön itt a településen is, hiszen több mint 66 millió forintot nyert a település itt a Magyar Falu Programban az elmúlt években. Én nagyon bízom benne, hogy az összeg a jövőben csak nőni fog, hiszen a magyar kormány szándéka szerint ez a program ez fennmarad, ez a továbbiakban is segíteni fogja a településeket, és bízom abban, hogy a település új vezetése, amelyet majd önök hamarosan megválasztanak 2 nap múlva, az hasonló intenzitással és hasonló sikerességgel fogja vezetni a települést, és hasonlóan sikeresen fogja megírni azokat a pályázatokat, amelyekkel ide lehet hozni ezeket a forintokat. Én gratulálok a település vezetésének, polgármester asszonynak, a képviselőtestületnek, és bízom abban, hogy bölcsen döntenek majd vasárnap, és olyan vezetése lesz a településnek a jövőben is, aki ügyesen tud sáfárkodni a meglévő vagyonnal, és plusz forrásokat tud hozzá szerezni. Én köszönöm szépen mindenkinek, aki a fejlesztésekben részt vett. Bízom abban, hogy a helyiek azok örömmel fogják ezt igénybe venni, és bízom abban, hogy Örménykútnak szép jövő lesz, hiszen egy nagyon szép kis település, jó itt is, ezen a településen is nagyon jó élni, mint ahogy a környező térségünk környező településein is. Nem véletlen, hogy akik itt élnek, azok ezt örömmel teszik, nem véletlen, hogy hál' Istennek fiatalok is maradnak itt a településen, de azért sok idős ember van, és nekik is az a környezet,
környezet, amit az önkormányzat biztosítani tud, azok a fejlesztések, amit az önkormányzat biztosítani tud, egy jó életminőséget tud itt helyben adni. Én azt kívánom, hogy az jövőben is így legyen, és Örmény kútnak szép jövője legyen. Köszönöm szépen a figyelmüket. Tisztelettel megkérem a felújított Tesedik Sámuel utca átadására, a szalag átvágására Dankó Béla országgyűlési képviselő urat, Bohrát Mária polgármester asszonyt, a szarvasi járás településeiről érkezett polgármestereket, illetve Örménykút község önkormányzatának képviselő testületének tagjait.